Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, a 20. hullám. Honnan jönnek ezek a hullámok? Ez a maja kalendárium tudása. Ez egy ősi tudás. Ebben a maja naptárban van összesen 20 hullám. Ezek frekvencek. Ezeket a hullámokat rezgéseknek is mondhatnám. Egy hullám mindig 13 napig tart. Ez olyan, mint a mi naptárunkban a hét. Május 1-én indul egy új hullám, mégpedig a 20. az utolsó hullám, és ez tart május 13-áig. Minden hullám indul egy ilyen napi energiával, ami hat a napra, de nem csak arra, hanem a következő 13 napra is. Ez a 20. hullám lamat hatása alatt áll. Lefordítva ez annyit jelent, hogy csillagok, vagy nyuszik, hogy mi az összefüggés itt, ezt úgy tudnám elmagyarázni, mint ahogy rengeteg csillag van, és a nyulak úgy szaporodnak. Ez a hullám azt jelenti számunkra, hogy bízzunk meg az égi hatásban, és itt szaporodásra kerül a sor. Például, ha valakinek üzleti dolgai vannak, akkor nyereményre lesz sor. Vagy ha valamit meg szeretnétek szaporítani, ez a hullám, ez az energia segít benne. Amikor egy hullám indul, tarthattok ti is szertartásokat. Ez pedig ez esetben május 1-én lenne. Azon kívül ez a hullám egy fontos kapcsolatban áll Vénusz bolygóval. Korábban az antik Görögországban, de nem csak ott, hanem a majáknál is, a nyulakat az valahogy összeköttetésben állították Vénusz bolygóval, vagy ahogy a görögök nevezik, Afrodité istennővel. És ez is egy téma most ebben a 20-as hullámban. Mind az, amit Vénusz bolygó szimbolizál. A nőiességet, a szeretetet, a szerelmi kapcsolatokat is, azon kívül a művészetet. Zene, tánc, vagy festészet, tehát minden irányban, mindaz, ami szép és harmonikus, az mind Vénusz bolygó hatása alatt áll. Mivel ez a hullám nem csak ezekre a szépségekre utal, hanem megnövel valamit, akkor érezzük ezt az alkotási hangulatot. De nem csak ez történhet ez alatt az idő alatt, hanem mint szaporodás bekövetkezhet az is, hogy hamarosan egy kisbaba születik. A maja indiánoknál van állatok, ami erőt ad. Természetesen most a nyusziról van szó, és ennek van szimbolikus jelentése, először is, hogy megnövekszik valami, mert ők gyorsan szaporodnak, azon kívül a majáknál a nyuszi az a szerencse szimbóluma volt. És van még egy más hatása is, a nyuszi óv bennünket azoktól a hatásoktól, ami kívülről jön, és rossz, hamis kapcsolatok. A maják úgy tartják, hogy a nyuszik jelzik,
ha valamilyen veszély közeledik. Ebben a 20. hullámban van egy drágakő is, mégpedig lápis lazuli. És az szimbolizálja a csillagokat, az eget. Talán mert olyan szép kék színe van ennek a drágakőnek. Lápis lazuli segít abban, hogy megtaláljuk a nyugalmunkat. De van gyógyító hatása is, mégpedig ha fáj a fejünk, vagy ha a vérnyomás nagyon magas, ebben is segít. A spirituális hatása pedig, hogy ki tudjuk azt mondani, amit mondani szeretnénk. És segít abban, hogy mi a belső erőnket érezzük. És ez volt az üzenetem ebből a Maja kalendáriumból. Köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!